Köszöntöm nézőinket! Önök Telena magazinunkat látják. Eperjesi Tímea vagyok, mutatom, mivel készültünk. Városnapja. Méltó program sorozattal ünnepeltek. Kimagasló eredmény. Harmadik helyen zárt a lány foci csapat a Diákolimpián. Dunamenti Polgári Egyesület rendezvénye. Termelői piac és szórakoztató koncertek. Öreg Bitik tolna hírnevét. Kitüntető elismeréseket adott át az önkormányzat. 600 éves a város, ezt a szép nagy kerek számot ünnepelték május 24-én és 25-én a Hősök terén. A program igen színesre sikeredett. A pénteki Latin Fiesta után szombaton is tehetséges zenészeket, táncosokat láthatunk a színpadon. Az AMI Modern Tánc Együttes, a Csoda Csapat tehetséges tagjai meghitt hangulatot varázsoltak a térre. Vezetőjük Dudás Patricia beszélt az együttesről. A korosztályban a legfiatalabb tagunk az 4 éves, és a legidősebb igazából a felső osztály, felső tagozat, 8. osztályos gyerekekig vannak nálunk a diákok. Jelenleg még elég nyitott a lehetőség és a beiratkozás, tehát a korosztályok, magasabb korosztályok is csatlakozhatnak hozzánk. És az iskola ugye 7 éves kortól, és hát első osztálytól tartja fent a gyerekeket a beiratkozást illetően, de az óvodásokat is szeretettel várjuk. Nagyon sok 4 és 5 éves, 6 éves kisgyerekünk van, akik ugyanúgy a csapathoz tartoznak az iskola keretein kívül is, úgyhogy nagyon sok tervünk van még ezáltal a kisebb és a magasabb korosztályt is megszólítani, hogy jöjjenek és élvezzék, és lássák meg ezt a táncos világot, ezt az örömet, amit ez adhat nekik. Én kiskorom óta kezdtem már ezt a táncos pályát, és hát közel 10 éve most már tanítok. 1 éve vagyunk itt Tolnán, a Csoda csapattal, 1 éve most lesz nem sokára, hogy alakult, és februárra volt egy újabb jelentkezésünk, egy beiratkozásunk, így a mostani csapat, akiket itt láthattak a nézők, szinte pár hónap alatt tanulták be ezt a nagyon szép kis koreográfiát, és hál' Istennek szerencsésnek mondhatom magamat, hogy ennyi olyan tehetséges gyerekekkel tudok foglalkozni, akik már hozzák magukkal azt a szeretetet, azt a szenvedélyt a tánc iránt, és látni rajtuk, hogy élvezik és érdeklődnek utána, így sokkal könnyebb velük dolgozni. Ezen kívül pedig az országban több helyen is vagyok, mint tánctanár. Van egy saját egyesületem, Fejér megyébe vagyunk, Pest megyében is, Székesfehérvár is egy központi helyünk, illetve itt most Tolna megye a tolnai csapat, aki elkezdődött itt a munkánk a Tehetségművészeti Iskola által, és folyamatos lesz a beiratkozás szeptembertől is az iskolába nekik. Tolnán múlt héten, vagy hát 2 hete volt egy táncgálánk, ez egy évzáró vizsgagála úgymond az iskola keretein belül, és ott mutatkoztak be a tanítványok. És most, hogy így eljött a jó idő és ezek a sok programok, így hál' Istennek most már így minket is keresnek, és meg tudunk mutatkozni több helyszínen is, illetve Tolnán, hogy a gyerekek helyiek is. És akkor most volt ez az első, úgymond szabadtéren, és várnak ránk még 1-2 fellépés itt Tolnán is, illetve a környező városokba, falvakban is. A bogyiszlói zenekar olyan atmoszférát tud teremteni, amit nem sok más együttes. Egyéniségükkel, művészeti érzékükkel mindig maradandót képesek nyújtani. Mihálovics Zsolt mesélt a zenekar történelméről. A bogyiszlói zenekar azt gondolom ismert, hát főleg itt körökben azért nagyon messzire nem jöttünk. Ahogy a színpadon is mondtam, a zenekar egy 50 éves múltra tekint vissza.
ennek mi a folytatása vagyunk, nem hozzánk kötődik. Igaz, 50 fölül vagyok pár évvel, de nem hozzám kötődik, hanem néhány nagypapámhoz, a Bogyiszói zenekar alakulásához. 1969-ben alakult a zenekar, és az Orsos Iski János vezetésével, majd említettem nagypapám vezetésével, ő volt a prímás, aki olyan muzsikát játszott itt Magyarországon, amit a nagy népzenegyűjtők, népzenekutatók nem igazán hallottak, és az, hogy adatközlő helyszínek, így Bogyiszói adatközlő helyszínnél vált. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy idejöttek a népzenegyűjtők, és felvették az ő muzsikájukat, ahogy játszottak. Én nagypapám a népművészetmestere címet is megkapta. Gondolom nem hiába, és a zenekar volt egy különleges hangzásvilága, ami nem másból adott, hogy a vonos bandák, és ugye játszanak vonos bandák, és játszanak tambura bandák általában az országban. Ez így volt Bogyiszón is, sok tamburás banda volt, sok vonos banda, és Bogyiszón a lakodalmakra kicsit visszatekintenék, 4-500 fős lakodalmak volt. Hát ez a 6 tagú banda, zenekar így, volt kb. Ennyi vonosok is, mert tamburás tudták muzsikálni. Azonban a 69-es években, a 70-es évekre a zenekaroknak a tagjai megfogyatkoztak, maradtak hárman-hárman, és hát ezt nem igazán tudták kiszolgálni. És arra gondoltam, hogy mi lenne együtt muzsikálnak, maradtak itt is hárman, ott is hárman maradtak a zenekarban, és együtt elkezdtek muzsikálni. Ez olyan sikerült, olyan hangzott, hogy mai napig ez maradt meg, ez a hangzásvilág. Tehát tamburásban tamburaprém, tamburabrácsa, bőgő, ahol pengetett, vonosok közé pedig hegedű, hegedűbrácsa, és szintén a bőgét, ahogy vonulva játszik. Úgyhogy talán ez a különlegesség a Bogyiszói zenekarnak, hangzásvilágának, amivel a magyar népzenét közvetítjük egyébként országon és országon kívül is. Én azért a zenét képviselem, és nekem az is fontos, hogy a zene is majd folytatódjon tovább. Itt már van, mondjuk a fiam is játszik velem, és szeretném még fiatalok, hogy maradjon, de a tánc is nagyon fontos. És ahogy említettem szintén, Bogyiszón a beás cigányság él többségében, és a beás zenének, a beás kultúrának is, táncnak is van hagyománya, szépsége, és a fiatalok ezt próbálják mutatni. Van egy kis szakkörünk, Bogyiszón az általános iskolában, hetente egyszer, és lelkesen ezt szoktuk, hogy táncolgatni, énekelgetni, és mindenféle természetes, ami nemzetiséghez tartozik, a kultúrához, hagyományőrzéshez, azt úgy mutatom és táplálom beléjük. Úgyhogy igen, szeretnénk ezt is továbbvinni. A fiatalok pedig nagyon élvezik a fellépéseket, és hogy együtt dolgozhatnak a zenekarral. Kb. Egy éve kezdett el ez a kis csoport így táncolni, aztán hát egy éve vesztük így komolyabban a táncolást, a felkészülést, körülbelül egy éve. A zenekarunk, vagy a zenekar főtagja az a, ugye az énektanárunk, és akkor vele szoktunk mindig próbálni, és akkor csak így szoktunk zenekarral a már a rendes színpadon, élőben. Fellépők sorából nem maradhatott ki a Fusz János Zeneiskola sem, hiszen a kórus olyan minőséget képvisel, amit nem lehet nélkülözni. Schmidt Zoltánné, a gyermekkórus karnagya beszélt a hozott műsorukról. A Fusz János Zeneiskola énekkara meghívást kapott az idén is a Város Napja rendezvényre. Nagy örömmel készültünk. Népdalokat, népdalfeldolgozásokat és vidám kórusműveket fogunk előadni. Azért nem gondoltam, hogy előadókat is megnevezzünk, mert így ez könnyebben befogadható a nagy közönség számára. Kolléganőm Szemerei Eszter kíséri az énekkar zongorán, és jó magam vezénylem. A gyerekek nagy örömmel készültek, ez mindig egy jó lehetőség megmutatkozni más terepen, és nem csak a zeneiskola falain belül. Április végén Szekszárdon volt egy kórusminősítő hangverseny, ahol a kórus aranydiplomával országos dicsérőoklevél végzettséget szerzett, és elnyertük az év kórusa címet, ami hát a legmagasabb kiadható díj. Rendkívül büszkék vagyunk rá, és nagyon nagy örömmel tölt el mindenkit, és hát tulajdonképpen a Tolna városnak a hírnevét is öregbíti ez a kitüntető díj. Közel vagyunk a tanévzáróhoz, tehát a tanévzáró ünnepé lesz a következő fellépése az énekkarnak. Ezen kívül pedig hát a nyáron nyilván szünetünk van, és a következő évben is készülünk egy megyei rendezvényre, az éneklőfűság rendezvényre. Mindig felszokott lépni a kórus a karácsonyi hangversenyen a katolikus templomban.
és hát ha sikerül, akkor a tavasszal megszervezzük a kórus fennállásának 30. évfordulóját. Akiknek nem lett volna elég a műsor felhozatala, kísérő programokkal foglalhatták el magukat, mint a Vidámpark, népi játékok, társasozás vagy az arcfestés. A Vosinszki Móra általános iskola lány foci csapata 3. helyen végzett az országos diákolimpián. Büszkén meséltek élményeikről. A csapattagok elmondták, fárasztó volt az út, hiszen egészen Zalaegerszegig mentek, de az eredményre tekintve megérte ennyit utazni. Kellemes meglepetésként érte őket a dobogós helyezés. Nagyon vártam, nagyon örültem neki, mert jó élmény volt, de nem számítottam volna, hogy amúgy 3. leszünk, szóval örülök neki. Igen, gondolkodtunk rajta, hogy bennünk volt az is, hogy 2. legyünk, vagy elsők, de a 3. hely is ugyanúgy kitesz. A csapat összejátszása, és hogy összeműködtünk meg minden, ez így tökéletes volt. Jó volt, összességében ez már a 2. volt, szerencsére most jó eredménnyel is zártuk, tetszett. Folk György mesélt róla, hogy edzőként hogy érte meg a versenyt. A lányok fegyelmezettsége kulcsfontosságú volt. Aludtak éjszaka, nem kellett őriznem őket, úgyhogy nagyon jó volt. A Larissa, mint csapatkapitány, fantasztikus volt, meg is köszöntem neki. Tényleg, nagyon jó volt. Nem azt mondom, most volt a legjobb csapatunk, de most voltak a legfegyelmezettebbek a lányok. Sokkal jobb játékosokból is álltunk már ki, és 18. lettünk. De most annyira fegyelmezettek voltak, annyira koncentráltak, hogy hála Isten sikerült ilyen eredményt elérnünk. Együtt dolgozunk már sok éve lányokkal, az egyesületben vannak más iskolákból is játékosok. A mostani diákolimpián csak a Tolnai Vosinszki Morátas iskola játékosai vettek részt. Szerencsére a lányok annyira közreműködek voltak, hogy tudtunk külön edzeni, tehát 4 edzést, ilyen még soha nem volt, hogy 4 edzést erre tudtunk külön szánni, többiek segítettek nekünk, tehát ez egy közös munka volt, és ezért szerintem ezért sikerült elérni ezt az eredményt. Ne menjenek messzire, rövid kereskedelmi kitérő után folytatjuk a Telena magazint. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán, a Szentesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. A Vasáru akkor Bajai és Fia Kft. Tolna. Finom, durva és horganyzott lemezek, zárt szelvények, idomacélok, köracélok, varatos és varat nélküli csövek, bordás betonacélok, AD-hálók széles választékban. A megvásárolt szálanyagokat a helyszínen méretre vágjuk. Vegye meg nálunk a hegesztéshez szükséges húzalókat, elektródákat. Kínálunk még alumínium létrákat széles választékban. Ha anyagmozgatások gondja, vegye meg nálunk talicskáját. Ne feledje, ha Vasáru, akkor Bajai és Fia Vasútvar Tolna. A Volt Patex területén. Telefon 74-es körzet 443-215. A Dunamenti Polgári Egyesület figyelmét sem kerülte el Tolna várossá nyilvánításának évfordulója.
Koncerteket és nem véletlenül termelői piacot is szerveztek május utolsó vasárnapján. Berta Zoltán, az egyesület vezetője fette fel a program részleteit. Ma délelőtt egy termelői és kézműves vásárt szervezett ide a Hősök terére. Hát miért is vásárt? Mert annak idején, ugye 600 évvel ezelőtt, ugye a városi rang, a mezővárosi rang az egyben vásártartási jogot is jelentett, sőt, hát ez volt a lényege, hiszen egy bevételi forrása volt a városoknak, településeknek, hogyha vásárt tartottak. Aztán az idők folyamán többször elveszítette, újra elnyerte a város, de például 1718-ban is ugyanezt történt. Hogy ugye visszanyerte a mezővárosi rangot és a vásártartási jogot, úgyhogy ezért egy kicsit őrizve a hagyományokat, visszagondolva elejénkre, úgy gondoltuk, hogy megszervezünk ide Tolnára egy ilyen termelői kézműves vásárt, ahova helyieket vagy a Duna mentén gazdálkodókat hívtunk meg. Gyakorlatilag ugye a cél az volt, hogy reprezentáljuk itt a környék az itt élőknek a helyi kis kézműves iparát, illetve népszerűsítsük a termékeiket, azokat a termékeiket, amik hát azért kézzel, családi gazdaságokban készülnek, és hát jellemzően ha élelmiszerről beszélünk, akkor ezek mindenféle vegyszer és adalékmentes készítmények. Hogy kiteljesítsük a napot, hogy megünnepeljük ezt a szép évfordulót, a délutánra hagyományőrzés egyében a bogyiszlói zenekart hívtuk el, hiszen azt gondolom, hogy a környékben, a tolnajárásban mindenféleképpen bogyiszló a legautentikusabb zenét játszák, ezért kértük föl őket, hogy zenéljenek ebből az alkalomból, aztán közösségépítő jelleggel átadjuk a szórakozásnak a terepet, 3 órától az Irigy Hónajmirigy zenekar, utána pedig a Faddi Parti Café zenekar lép föl. Itt is gyakorlatilag egy fellépő kivételével igyekeztünk környékbeli helyi zenekarokat felkérni a mai eseményre. Elég színes a tolnai felhozatal, hiszen van itt a tündércsoki, csokoládé és kávé, szárazáru, füstöltáru, lehet kapni szalámit, kolbász, szalonnát, de vannak méztermelők, 2 tolnai méztermelő is itt van a piacon, aztán kézművesek, faajándék tárgyak, könyv, van egy mesekönyv fog megjelenni a közeljövőben tolnai, most már tolnai író tollából, sőt a könyv illusztrátora is tolnai. Úgyhogy egy unikális dolog, talán nem annyira a kézműves termékek közé, de mindenféleképpen büszkeség és reprezentálja azt, hogy Tolnán mennyire színes közélet van, úgyhogy ilyenekkel is tudunk szolgálni az itt élőknek. Krausz Roland termékei is elérhetőek voltak a piacon, amit büszkén mutatott be nekünk. Én 2012 óta méhészkedem önállóan. Előtte nagyszüleim méhészkedtek, tőlük jött ez a méhek iránti szeretet, illetve a velük való törődés. A mézeim az akácmézből, hársmézből, repcemézből és tavaszi virágmézből állnak főképpen. Mellette ugye megtalálható más kiszerelésben ilyen méztorony, ami karácsonykor nagy divatnak örvend. Hát piacra ritkán járok, mivel én 3 műszakozok. Így nehezen jön össze az, hogy mindig ott legyek a piacon, viszont az ilyen rendezvényeken rendszerint ott vagyok, hogyha kapok felkérést, megkeresést. Hát nagy része önállóan végzem ezt a méhészeti tevékenységet, pörgetéskor ugye akkor kell segítség, akkor azt családom, illetve a baráti körből megoldjuk. Vándorlunk is, így tudjuk színesíteni a kínálatot. Jelen pillanatban a legkelendőbb mézek az akácméz és a repceméz, illetve még a tavaszi virágméz. Ez a 3, ami nagyon kellendő. A Kreatív Ajándékbirodalom gravírozott fatermékeket gyárt már 5 éve. Csöndesné Samu Zsuzsanna beszélt a munkáikról, a gyártás folyamatáról. Veszünk egy hatalmas nagy faanyagot, betesszük a lézerbe ezt, megszerkesztjük a grafikáját, és akkor a lézer teszi a dolgát. Mindent egyedire, ahogy szeretné a megrendelő. Nagyon tetszettek nekünk, főleg a páromnak maga a gravírozás technikája, és megláttuk benne a fantáziát. Szerencsére tetszik az itt élőknek is. A webáruházunkon a www.kreatívajándékbirodalom.hu, itt tudnak rendelni. Üzletet azért nem éri meg nekünk tartani, mert majdnem minden egyedi. A legkelendőbbek a hűtőmágneseink, nagyon viccesek, jók ajándékba, de egyedi termékeket is elő szeretettel rendelnek. Húskedvelőknek pedig mármorosi márkék készültek. Jelenleg Tolnán és Pakson van üzletük. Kolbászból fogy náluk a legtöbb, egyaránt kedvelik az emberek a csípős és a csemege változatot is.
Kolozsvári szalonna, mindent hagyományos eljárással készítünk. Kolozsvári szalonna, csülök, kolbászfélék, szalámifélék, sonkák és különböző füstölt termékek még. Sertészsír, füstölt áruval érkeztünk, húsboltjaink vannak, piacokra járunk, és meghívást kaptunk most a kézműves vásárra, és kijöttünk. Én igazából ebben nőttem fel gyerekkorom óta, ebben saját vállalkozásként 2 éve csináljuk. Ünnepi testületi ülés keretében kitüntető díjakat adtak át Tolnán olyan személyek és szervezetek számára, akik tevékenységükkel segítik a város szellemi vagy anyagi gyarapodását. Az ünnepélyes testületi ülés és díjátadás a május 24-én és 25-én tartott városnapja keretében valósult meg. Az esemény továbbá azért is kiemelt jelentőségű volt, mert a település idén ünnepli városra nyilvánításának 600. évfordulóját. Köszöntőjében többek között erről is beszélt a Pelszófer Ágnes polgármester. 600 éves, hiszen az első írásos emlék, amiben városnak nevezik Tolnát, egy Zsigmond király idejéből származó levél 1424. május 25-i keltezéssel. Az elmúlt 600 év alatt városunk történetében akadnak kimondottan fényes és egészen sötét időszakok is. Volt, hogy a település népessége Budával és Pesttel vetekedett, és az is előfordult, hogy szinte teljesen elnéptelenedett. Dicsőséges és dicstelen évek, évtizedek váltották egymást, de a lényeg nem változott. A nehézségeket mindig sikerült legyűrni, és mindig volt folytatás. Természetesen egy település soha nem csupán az épített vagy a természeti környezetére, intézményeire, szolgáltatásaira lehet büszke, hanem az arra méltó polgáraira, szervezeteire is. Szerencsére városunk ilyen kiválóságokban sem szenved hiányt. A városnapja minden évben remek alkalom megköszönni néhányuknak, hogy öregítették településünk hírnevét, jobb helyé tették a várost, és hogy kifejezzük a szívből jövő elismerésünket irántuk az egész település nevében. Tolnán nemrég újult meg a Szentháromság szobor, az ebben közreműködő alapítvány az év Tolnai Civil Szervezete címet kapta meg. A Tolnai Szentháromság szobor felújításáért hoztam létre egy alapítványt, egy magánalapítványt. A 200 éves évforduló lakossági összefogásban is egy nagyon-nagy öröm számomra megújult a szobor, és ezt díjazta a önkormányzat képviselő testülete ezzel a díjjal, de én ezt a díjat úgy tekintem, hogy ez a tolnai polgárok díja, hiszen ha nem lett volna ez a közösségi összefogás, közadakozás, kiterjedte az elszármazottakra és itt élő tolnaiakra, akkor nem jöhetett volna létre ez a szoborfelújítás. Úgyhogy itt nagyon örülök, és nagy hála van a szívemben, hogy ezt sikerült, és én a tolnai polgárok díjának tartom ezt a mai díjat, amit az alapítványunk nevében én, mint alapító veszek át. Tolna főterét díszíti ez a Szentháromság szobor, 200 éves volt 2023-ban, és hát őseink annak idején közadakozásból bajelhárító fogadalmi jelleggel emelték, és rettentő rossz állapotban volt a szobor 40 évvel ezelőtt, 1982-ben volt az utolsó felújítás. Szinte azt lehet mondani, hogy összeomlik, hogyha nem történik valami. És én, mint tolnai lokálpatrióta, szinte naponta láttam, hogy milyen állapotban van a szobor, és hát elhatároztam, hogy a 200 éves évfordulóra már csak az őseink iránti tiszteletből is megpróbálom közadakozásból felújítani, és kiemelném azt is, hogy úgy tekintem, hogy ez a szobor ez nem csak egy kültéri alkotás, hanem ennél sokkal több, egy szakrális szimbólum, egy jelkép, tehát jelképezi mindenek előtt őseink keresztény hitét, amit vallok, hogy nekünk, utódoknak tovább kell adnunk, meg kell őrizni és tovább kell adni, és vallom azt is, hogy a Szentháromságos Egyisten és a szobron található segítő szentek közben járnak érettünk, és óvják, védelmezik városunkat ebben a háborús időkben a romlástól, a pusztulástól. A Mezsi Nyugdíjas Klub is a kitüntetettek között volt, ők az év tolnai civil díját zsebelték be. Én úgy gondolom, hogy a hosszú éveknek az együttartás ennek a klubnak, 47 éve, hogy ez a klub működik, és gyakorlatilag töretlenül, mert a rendezvényeink, a
ami a klubot összetartja, az minden évben gyakorlatilag ugyanúgy meg volt tartva, sőt időnként bővítettünk is rajta, hogy többször találkozhassunk, szórakoztatóbb legyen. Hát mennél jobban össze tudjuk tartani ezt a kis csapatot. Hát ez nem csak az én érdemem, mert azért előttem, akik voltak a klubnak a vezetői, azok mindenki tett hozzá azért, hogy ez idáig eljusson. Hát mondhatnám a neveket, a Forrai Józsi bácsi, aki volt 1977-ben kezdte ő ezt a klubot összehozni. Tehát a Forrai Józsi bácsi, a Rovas Együszi bácsi, a Kvanduk András, aki 20 évig volt ennek a klubnak a vezetője, őtől levettem át ezt az örökséget. Hát nem könnyű feladat volt, ugye, hát elég magasan volt a létsz, amikor én átvettem. Nagyon sok egészséget, boldogságot, örömet kívánok nektek ezután, gratulálok! A vándorló szépkorúak baráti köre közösséget teremt az idős, sokszor egyedülálló, magányos emberek számára. A csoport szintén az év tolnai civil díjával gazdagodott. Megint csak úgy gondolom, hogy amilyen rendezvények vannak a városban, vagy akármilyen megmozdulás, a csoport 100%-a oda teszi magát ezekhez a rendezvényekhez, bármiben kell segíteni, akár személyszerűs, akár bárkafesztivál, bármilyen rendezvényben ott vagyunk. A legjelentősebb esemény volt a csoportnak az életében. 5. alkalommal voltunk Murgán majális hozni, és most egy nagy esemény előtt állunk, mert évek óta ilyen dédelgetett tervünk volt, hogy elmegyünk Óposztaszélre, és június 12-én elmegyünk Óposztaszélre a nemzeti történelmi helyet megtekintjük. A Családsegítő Központ esetmenedzsere Hel Tibor tolnai közjóért címet vehetett át. Nagyon sokrétű tevékenységünk zajlik a központon belül. A mindennapi ügyfeleknek a beérkező problémáival foglalkozunk, családi konfliktusokkal, olyan nehézségekkel, amik a mindennapok során megjelennek egy család életében, gyerekek életében, szülők életében. Úgyhogy ebben próbálunk segítséget nyújtani és támogatást szakmai alapon. Én úgy érzem, hogy a mindennapok során rengeteg olyan nehézség merül fel a családok életében, amire hatást tudunk gyakorolni, és amiben ott tudunk lenni, jelen tudunk lenni, változásokat tudunk elérni abban, ahogy a segítő munkát végezzük, és hosszú távon pedig előrelépni a családoknak, ügyfeleknek abban, hogy az életük könnyebb és kiegyensúlyozottabb lehessen. Az önkormányzat elismerte továbbá Wisner Csabát, a tolnai rendőrőrs parancsnokát és az Interplus Kft-t is. Önök a Tolnatel Televízió Telenad című magazinját látták. Tartsanak velünk legközelebb is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!